Ha ő segíteni ennek a szerencsétlenek a munkásságát, véletlenül se támogat a Patreonon, rá ne kattints a leírásra. Üdvözlök mindenkinek, ezüstszél vagyok, ez meg itt egy újabb Transformers figura bemutató lesz, és végre valahára el fogjuk kezdeni a Siege figurákat. Jelenleg nevezetesen az első figurák, akiket meg fogok nézni, az Battlemaster, Autobot, Leonizer, Decepticon, Blowpipe és Autobot Firedrive lesznek bemutatva, és Blowpipe volt az, aki miatt ezt az egész Siege-es cuccot meg kellett várni, mert egyszerűen nem találtam meg sehol normális árban, de végre valahára be tudtam szerezni őt is, és hogy majd miért is szereztem be ezeket az amúgy kicsi, meg mi a fasznak figurákat, azt majd később. Mielőtt bárki kérdezné, ez itt egy harci sérülés. Később próbáltam reggelizők a barampáhely zacskót nyitni. De akkor nézzük is meg az első figuránkat, aki nem más, mint Lionizer. Egész jó pofán néz ki, egy ilyen Ravage-szerű, nem is párduc, de ilyen farkas-szerű Beast módot kapott. Egyébként ezt a hátán lévő ágyút lehet farokként is használni. Nagyon egyszerű kis picike figuráról beszélünk, pozícionálhatósága az nem valami nagy. Ezt a farok vagy ágyú részt lehet mozgatni. A feje lefelé tud mozogni, de ez inkább az átalakítás miatt van. És mindegyik lábánál egy gömbizület található, és ennyibe ki is merül az ő mozgathatósága. De ha már itt tartunk, akkor nézzük is meg rögtön a fegyverformáját, mivel ezek a Battlemasterök nem szimplán ugye ilyen kis figurák, hanem természetesen van altmódjuk, ami viszont itt egy fegyver, mint annó régen a Weapon Masteröknél. Az átalakítás baromi egyszerű, megfogjuk ezt, farokrészt is teljesen lecsukjuk, a hátsó lábait szépen felemeljük, majd a mellsőket hátrafordítjuk, és ezt a kis pöcköt fogjuk abba a lyukba bele helyezni, hogy rögzüljön. Emellett itt alul még a lábakat szépen bepasszintjuk a helyére, tökéletes, és a fejet becsukjuk, és így lesz belőle egy amúgy tök jó pofa kis kard, mert igazából ennyit kapunk, ez a kis fegyverünk, úgyhogy nem lehet túl sok mindent elmondani, ez egy egyszerű kard, de amúgy jó pofa. Mondjuk így inkább egy láncfűrészre emlékeztet, túl sokat dúmoztam. A következő figuránk pedig nem más, mint Autobot Firedrive, aki egy robot formát kapott. Egész jól néz ki. Szerintem hármajuk közül talán ő néz ki a... Nem úgy, hogy legjobban, de ugye a legrobotosabban, vagy nem tudom, hogy mondjam. Szerintem nekem tetszik a dizájnja. A pozícionálhatóság nem valami nagy. Minden egyes végtagjánál egy gömbizület található. És még ezt a hátsó panelt lehet mozgatni, de ez inkább az átalakításnál játszik majd szerepet. Viszont ha már rátértünk erre a hátsó panelre, ezt innen szépen ki is lehet akasztani, és a karján lévő mélyedésbe ezt a pöcköt bele lehet tenni, és akkor tudja használni ezt a fegyvert. Ez egy jó pofa kis ötlet egyébként. De akkor nézzük is már meg a fegyver formáját neki is, ami annyiból áll, hogy ezt a hátsó panelt szépen felcsukjuk. A lábait hátul összenyomjuk, majd itt a törzsénél, amint láthatjátok, meg lehet mozdítani szépen, ezzel előre is tud hajolni, pozícionálhatóság, de ez inkább átalakítás. Majd ezt a két pöcköt ebbe a két lyukba szépen belehelyezzük. Végezetül a karjának ezt a pöckét belerakjuk, a lábának eme nyílásába, ez de hülye jött ki. És akkor kapunk egy ilyen teljesen jó pofa kis fegyvermódot, szerintem ez tök jól néz ki, úgyhogy egy rossz szavam nem lehet rá. Igazából sok mindent nem lehet róla elmondani, egy teljesen jó pofa kis fegyvermód. A színezése az baromi egyszerű, mert nincs is, úgyhogy igazából kaptunk még egy jó pofa kis fegyvert. És akkor végezetül nézzük meg azt, aki miatt ennyit kellett várni. Decepticon Blowpipe-ot, aki szintén egy ilyen battle, azaz Weapon Master, és mondjátok meg nekem, hogy ez micsoda. Oké, ez lesz a fegyvernek a nyele, persze, rendben, elfogadom, de de miért így kellett megoldani, amikor meg tudták oldani Firedrive-nak is, hogy ne a mellkasán legyen, hanem a hátán. Itt pont fordítva kapjuk meg ezt az egészet, de nála is le lehet szedni a hátsó panelt, és ugyanúgy bele lehet rakni akármelyik karjába. Pozícionálhatósága pedig teljesen ugyanaz, mint Firedrive-nak. 4 gömbizület, és ez a panel mozog még föl le. Neki viszont ez a rész hátrafele megy, az átalakítása nála pont fordítva, amit most meg is fogunk szépen nézni. Az átalakítás annyiból áll, hogy ezt a panelt szépen felcsukjuk, összenyomjuk a lábait,
ugyanúgy, mint FireDrive-nál fogjuk ezt a törzset, csak itt a másik oldalra törjük ki, és belerakjuk a pöckökbe a lábait, majd ezt a pöcköt ebbe a nyílásba kell belehelyezni, és ő lenne itt Lopife-nak a fegyver formája, ami egész jó pofán néz ki, bár még szerintem, igen, még FireDrive-nál is egyszerűbb színezést kapott, de nem rossz. Igazából ennyit tudnék elmondani a fegyvermódokról, de minden egyes fegyverhez kapunk egy-egy ilyen, úgymond effektet, és igen, én ezekért vettem meg, de ezek majd későbbi videóban is szerepet fognak játszani. De akkor jól rakjuk is össze szépen, egyszer Lionizerre rárakjuk ezt az effektet, ami olyan, mint hogy hagyja karddal suhintanánk, és szerintem teljesen jó pofán néz ki. Továbbá FireDrive-ra is rá lehet rakni ezeket a torkolattüzet, vagy nem is tudom minek mondjam, de így már sokkal jobban néz ki, és még Blowpipe-nak ezt a torkolattüzet rakjuk rá, szerintem a legjobb effekt, viszont az enyém valamiért egy picit el van ferdülve, de egyébként nekem ez az effekt rettenetesen tetszik, nagyon király, tényleg olyan, mintha így lőne konkrétan. Miért aranyosság szempontjával itt van mellettük Minicon, Velociraptor, Deluxe Class, Drift, és persze az MPP-10Z Oversized, Masterpiece Optimus Prime is. Nagyon picik. Mit lehet végső soron elmondani a Battle Master-ökről? Jó pofa figurák, nem kerülnek igazából sokban, nem foglalnak sok helyet, viszont pozicionálást felejtsétek el, eszméletlenül egyszerű figurákról beszélünk, viszont ahhoz képest, hogy milyen pici figurákat néztünk meg, aminek volt időzőjelesen fegyverformája, ha még emlékeztek, ezek tényleg fegyverekkel alakulnak, hát ezek tényleg olyan fegyverek, hogy elhiszem róluk, hogy na igen, ez egy fegyver, és bár látszódik rajta, hogy átalakul, de mégis szerintem eddig, amiket mostanában kaptunk, ezek a legjobb hát fegyvermesterek, weapon masterek, battle masterek, akárminek nevezhetjük őket, szóval fegyverek ki átalakuló transformerek, szóval igazából azoknak tudom ajánlani, akik szeretik az ilyen pici figurákat és szeretnének kiegészítőket a Siege-es vagy egyéb más Transformers figuráikhoz, mert ahhoz jó pofák, ahhoz igenis jó pofák. Hát akkor ők lettek volna Battlemaster, Autobot, Leonizer, Decepticon, Blowpipe és Autobot, FireDrive. Nektek hogy tetszenek a figurák, mondjátok el véleményeteket kommentben. Hogyha tetszett a videó, akkor nehogy lájkolni merjétek, nehogy felmerjetek iratkozni a csengőt, még véletlenül sem nyomjátok be. Patreonra még véletlenül sem nézzetek fel, mert akkor a hálám örökké üdvözli fog benneteket. És akkor a legközelebbi videóig pedig... Sziasztok! Legközelebb pedig a Deluxe Class figurákkal fogjuk folytatni.